Szeretettel köszöntöm szülővárosom verskedvelő lakóit. Közel 6 évtizede ünnepeljük a magyar lírát, április 11-én, József Attila születésnapján. S tekintve, hogy hazánkban a költészet nem csupán egyik műfaja volt az irodalomnak, hanem kicsit a küzdőtér egy darabja is, a magyar költőnek egy kevéssel több dolga volt, mint sok más, esetleg szerencsésebb történelmű nép költőinek. Ezzel kapcsolatos a vers, amit el szeretnék mondani. Fiatalkori opusz, 1962-ben, tehát 25 esztendős koromban írtam, a címe Költőnek lenni itt. Itt gyávaság a töprengő merészség. Úgy vagy kemény, ha fejjel mégy a falnak. Csak úgy kék itt, ha legkékebb a kék ég, itt nyár legyél, hogy megfelelj tavasznak. Itt villám légy, a lángok lángja légy itt, hogy ellobbanva szikrának minősülj. Gyülekezetre méretezd igéid, ha templomodba pár bolond becsődül. Ha itt él Krisztus, egy keresztre szegzés, e megváltandó népnek szinte semmi. Ki néki szánta életét, legyen kész érte naponta kínhalálba menni. Ezért költőnek lenni itt nagyobb szó, mint más helyen, hol nyár a nyár. Hiába, marék dohányért síre nép, s pazarlón félig se szít pipáit, sútba vágja. De itt költőnek lenni akkor is szép, ha együtt jár a hétszer elvetéssel. Felhők mögül előbukkanva ismét, a csillagon még tündöklőbb a fényjel.